Az az igazság, hogy jó 5 napon vagyunk túl minden szempontból, viszont sajnos minden nap volt egy-két olyan hátráltató tényező, ami az eredményen látszik a mai napig, úgyhogy remélem, hogy majd Mauritánia a mi szakaszaink lesznek, és ott nem lesznek ilyen hátráltató tényezők, mint ezek a defektek, meg ilyesmik. A navigációs szempontból talán egy picit egyszerűbb a helyzet, mint a köves szakaszokon. Néha itt az ember utazik, és van időd nézelődni, tehát egyedül a versenysen itt tudsz a dűnek között tudsz egyedül nézelődni egy picit, mert viszonylag egyszerűen fokokba kell menni, és azokat a fokokat kell eltalálni, hogy hol vannak fordítópontok. Én azt gondolom, hogy mind Balázs stílusának, mind az autónak ezek a dűnek nagyon fekszenek. Volt már néhány nappal ezelőtt egy dűnés szakasz, ahol én például baromira élveztem, mert lehetett érezni a Balázson is ezt a magabiztosságot, ahogy itt ezen a dűnes sorokon átmegy. Úgyhogy nagyon várom őket, és tényleg nagyon, nagyon izgalmassá válik innentől a verseny. Némi javítás kellett, ugye defektünk volt, kerékszerelés, lengéscsapító, ugye ebbe a kő sivatagba szétment. Most egy kormányüvet kell cserélnünk az utolsó gyors, hosszú szakaszon. Elment a félidő, félpályánál elment a kormánymű szervónk, és azt most a fiúk kicserélték. Úgy érzem, hogy biztosan jó megcsinálták, és várjuk a holnapi napot, hogy tudjunk menni. Megmondom őszintén, ez a mai pihenő nap fárasztóbb volt, mint egész nap mentünk volna 500 kilométert. Itt annyira fájnak a lábam, hogy elfáradtam egész nap itt áldogálni, nézni a semmitevést. Jobban járnánk, ha versenyeznénk.